A jó idő beköszöntével egyre többen ülnek kerékpárra. Ilyenkor a legfontosabb, hogy a jármű állapota és felszereltsége az előírásoknak megfelelő legyen. Prizmák, csengő és jól fogó fék, ezek a legfontosabbak, valamint az, hogy a közlekedési szabályokat betartsák a biciklisek, és az autósok is figyeljenek rájuk. Az autósok azoknak, hát autósok, ennyi. Figyelmesek? Hát figyelmesek, valamelyik figyelmes, valamelyik nem. A kerékpárral közlekedőknek a kijelölt helyeken való közlekedést ajánlják a rendőrök, hiszen a bicikli utakat és sávokat az ő biztonságuk érdekében építették ki. Elsősorban a kiépített kerékpárút hálózatot tanácsos igénybe venni. Azon kívül fejlem mindenkinek a figyelmét, hogy a járdán, mint olyanon, ahol tilos kerékpározni, tehát az a gyalogosok közlekedésére szolgáló hely, és eléggé elszaporodott sajnos a városban az, hogy a kijelölt gyalog átkelő helyet veszik igénybe a kerékpárosok azzal, hogy a kerékpáron ülve hajtjanak keresztül, ami egyébként nagyon balesetveszélyes és tilos is. Nyíregyháza belvárosában az Rényi Ilona utca és az Országzászló tér találkozásánál két gyalogos átkelő hely is van. Az egyiknél sárga, szaggatott útfestés jelzi, hogy ott akár járművén ülve is áthaladhat a kerékpáros. Persze van, aki inkább itt is tolja bicikliét. Pár tíz méterrel arrébb azonban már csak tolva szabályos, ezt még tábla is jelzi. Azonban pár perc alatt jó néhány szabálytalanul közlekedőt sikerült kameránkkal felvenni, de azért akadtak olyanok is, akik szabályosan bicikliüket tolva haladtak át a gyalogos átkelő helyen. A városban jó a bicikli közlekedés, hogyha autót vezetek, akkor azt mondom, hogy borzasztó a biciklisek közlekedése, főleg a zebránál, de én is nagyon sokszor szoktam biciklivel jönni-menni. Csak akkor kicsit körültekintőbb vagyok. A legtöbb esetben a biciklisnek van elsőbsége, ám a kivétel erősíti a szabályt. Például Nyíregyházán a Szarvas utca Arany János utcai körforgalomnál. Ha a biciklis szabályosan követi a kijelölt kerékpárutat, a körforgalomnál őt kötelezi tábla elsőbségadásra. Neki kellene lassítania és az autósokat elengednie, ám sokan nem figyelik a táblákat, és így akár saját testi épségüket is veszélyeztetik. A megfelelő ruházat kiválasztása is fontos lehet kerékpározásnál. A láthatósági mellény viselése korlátozott látásviszonyoknál lakott területen kívül kötelező. Sajnos nagyon sok esetben kora reggel és késő este azt lehet tapasztalni például a 36-os vagy 38-as főútvonalon, hogy a kerékpárosok nem viselik a láthatósági mellényt. Pedig higgyék el, nagyon sok baleset azzal is megelőzhető, mert sokkal hamarabb tud egy korlátozott látásviszonyoknál egy sűrű esőben, záporban reagálni a kerékpárosra egy kamionvezető vagy egy gépjárművezető, esetleg megtévezheti egy árnyék azt a járművezetőt, és én nagyon ajánlom a kerékpárosoknak, hogyha át akarnak hajtani főútvonalon, szálljanak le, tolják át a kerékpárt, hogy erre is tudjanak a gépkocsival, a gépjárművel közlekedők időben reagálni. A KSH adatai szerint tavaly 16 ezer úgynevezett személysérüléses közúti közlekedési baleset történt hazánkban, ebből mintegy 1800 esetben biciklis volt a szerencsétlenség okozója.